Bőviz Marina a magyar női kendó válogatott csapatkapitánya. Az újpesten élő versenyzőt edzésen látogattuk meg. Az Európa-bajnoki ezüstérmes segítségével betekintést nyerhettünk a japánok nemzeti sportjának világába. A felejthetetlen színművész Kazan László mondta egykoron, nyugi dagi nyugi, nem csak foci van a világon. Nos, a megállapítás itt nálunk Újpesten is igaz, hiszen más sportot is űznek a városunkban élő emberek. Például a magyar szemnek egy egészen különlegeset, a japánok nemzeti sportját, a kendót. Bőviz Marina a magyar női kendó válogatott csapatkapitánya is újpesti. Az ifjú hölgy 8 évvel ezelőtt ismerkedett meg a sportággal, és azonnal szerelmes lett belé. De vajon miként lesz valakiből Magyarországon japán harcművész? Adott esetben például én véletlenül váltam japán harcművészé, mert csak hallottam, hogy valahol kardoznak. Mert ez nagyon izgalmas, én lejöttem megnézni. De amúgy interneten, ilyen japán esteken, manga fórumokon, bárhol meg lehet találni. Akit érdekel a japán kultúra, hogy megtalálja. Nincs olyan sok klub azért. És téged ennyire érdekel a japán kultúra? Most már igen, előtte én nem sokat tudtam róla, tehát én rengeteg más sportot csináltam minden évben, vagy évekig, és tök véletlenül találkoztam ezzel, és ahogy lejöttem, beleszerettem. Tehát majdnem az első vetés olyan volt, hogy mondtam, hazamentem, én minden mást abba hagyok, én ezt csinálom. És akkor az évek során hozzájött az, hogy a kultúrát és meg mindent, én is nagyon megszerettem. Marina mielőtt belépett a kendo szentélyébe, több mindent kipróbált. Mint mondta, képtelen volt egy helyben ülni. Például kihitte volna, 9 évig balettozott, foglalkozott az akrobatikával, kézilabdázott is egy keveset, és lovagolt. Majd belekóstolt a kaszkadőrök izgalmas életébe. Végül kötött ki a kendónál. Mennyire veszélyes sport ez? A köznyelben az van, hogy a legveszélytelenebb küzdősport, ami nagyjából igaz, mert tényleg ilyen lila foltok, meg zúzódások, ami maximum sérülés. Az összes többi sérülés olyan, hogy minden sporteseményen megtörténhetett, rándulások, akár egy bokatörés, hogyha valaki úgy esik, de nagyobb sérülések nincsenek, tehát én is a 8 év során nem tudok olyan komoly sérülést mondani, ami verseny közben történt. Azt láttam, hogy nagyon megbíztok egymásba. A gyakorláskor szinte meg se rebben a szemetek. Ezt ennyire tudjátok, hogy ez a bizonyos kard hol áll meg? Reméljük. De azért az évek során ezt mindenki megtanulja. Tehát a csuklója teljesen beáll arra, hogy hol kell megfogni a másikat, beméri, hogy milyen magas. Nem vágja olyan erősen, tehát amennyire kívülről látszik, ez egy erős dolog, de inkább rugalmas. Tehát, hogy nem teljes karból lebaltázzuk a másikat, a fejbe is vágnak, akkor nem lesz nagy pupon, de mondjuk megérzem. És akkor se történik semmi, tehát azért megtörténik néha, de jót nevetünk rajta. Mennyit kell gyakorolni ahhoz, hogy valaki eljusson a magyar, illetve a nemzetközi élmezőnybe? Sokat. Mindenhez nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni. Én azt gondolom, hogy a heti klubedzéseken kívül ez egy életmód is lehet, tehát otthon néha az ember gondolataiba a hétvégente, akár csak 10-15 percet, esetleg vágásgyakorlásokat, bármit csinál, az mind-mind segít hozzá. Emellett heti 2-3 edzés, hétvégi versenyek, meg hát amúgy ezen kívül más ilyen, bármilyen edzés. Amikor egy ilyen csinos hölgy azt mondja egy fiúnak, a partnerének, te figyelj ide, én kendózom. Milyen pofát vágnak a srácok? Általában megijednek és meglepődnek, és az a reakciók, hogy akkor én nem szólok be neked. Marina immáron háromszoros magyar bajnok, háromdanos versenyző. Sok szép sikert elért már, és elárulta, melyikre a legbüszkébb. Hát a legbüszkébb az a tavalyi Európa-bajnokságon a női csapatverseny, mert ebben az évben voltam először csapatkapitány, és másodikok lettünk, úgyhogy még a döntő is nagyon szoros volt. És mindig utolsóként vívtam, és nagyon szoros meccseket kellett hoznom, és erre vagyok a legbüszkébb. Meg ugyanez az Európa-bajnokságon arra, hogy harmadik lettem, de a csapatra sokkal büszkébb, mert ez egy nagyon-nagyon nagy közös munka volt, nem csak egy ember érdeme, és mindenki beletette magát. A versenyzők úgy mondják, a kendo nem balesetveszélyes sport. Lehet igazuk van, de azért a vívók testi épségét a különleges felszerelés óvja, amelyet Marina meg is mutatott nekünk. Hát először is, ami alul látható, ezt mindenki megkérdezi, hogy szoknya, de ez egy nadrág, tehát középen van egy választóvonala. Ezt hakamának hívjuk, ez elő a hátul kötős, tehát nem ilyen gumisan felhúzhatós. Rettenetesen bő, tehát a mozgást egyáltalán nem gátolja. A fölsőm az pedig a keikogi-nak hívjuk, röviden csak gi-nek. Ez hasonlít kicsit a karate ruhához, és ezt kicsit vastagabb is, és ezért ütésektől is véd. Ezen kívül ugye már a páncél részei, amit alul láthatunk, az egy ágyékvédő. Különösebb szerepe már nincsen, mert támadások ide nem érkeznek.
ez a kis táblácska, ez a felszerelésünk része, ezen általában a klub logója van és a nevünk, jelenleg mivel egy válogatott csapattal már a világbajnokságra készülünk, az országnak a zászlója és a nevünk, ez pedig a mellvédőnk, amire találati felület is van már, tehát ide vágnak, itt, hogyha mellé megy, ez kicsit fájdalmas. A következő, amit fölveszünk, az egy kendő, amit tenuguinak hívunk. Ez arra szolgál, hogy a fejünkön nem csúszik el a fejvédő, és általában valamilyen japán mondás van rajta, amit nem mindig tudunk elolvasni, de sokat segít, mert fizikailag is véd egy kicsit az ütésektől. A következő ugye az már a MEN nevezetű fejvédő, az a sisakunk, aminek egy acélrács van az elején, és meg van vastagítva a koponyánk fölött, mert ide érkezik a legtöbb találat. Utána pedig fölhúzzuk a kesztyűket, ami a csuklónkat védi. Ez mind a két kezünkön rajta van. Remélhetőleg kicsit lazább, és akkor segíti a mozgást, és ide is érkezik találat. És a legfontosabb, nem utolsó sorban természetesen a kardunk, aminek a japán neve pedig sínai, és ez szolgál arra, hogy egymást ütögetjük. Bambusz 4 bambusszából áll, és különböző védők tartják még össze, hogy ne essen szét, ezért amúgy a 4 bambusz miatt rugalmas és kevésbé fájdalmasak az ütése. A magyar kendósok Európa élmezőnyéhez tartoznak. A világbajnokságokon viszont Japán az úr. 16 VB-ből 15 alkalommal övék lett az aranyérem. Tehát van miért dolgozni a magyaroknak, és természetesen Marinának is.